твою мать! Meg én már рег kipucoltam a területet, és már megint mögöttem spónoltat egy korocsiket, és itt a pofa! Ne! Hogy lehet ez a játék ennyire szadista, gerinctelen köcsög? Nézd meg! Most a pofám előtt még képes egy zombit lespónolni, csak azért, mert hogy a tárgyat fel akarom venni, akkor... Mi a Sirius szem akar lenni ez a játék? Abba ott volt olyan, hogyha a titkos pályán begyűjtöttél egy magától... egy magában roskadó tárgyat a semmi közepén, akkor szokott mindig beimportálni titkos ellenfeleket, de az direkt az azért van kitalálva. De hogy itt, hogy folyamatosan csak úgy, random mozgás közben így a semmiből előpukkan egy utáns, adjál már! Érted, a hangból ítélve lehet, hogy valahol itt fönt, fölöttem valahol itt kotkodácsol ez a barom. Erre tessék. Hát nem, itt mögöttem van. A rohadt anyában. Jó. Megint. Hallom, hogy ott a távolban hallom a kolhoz csirkéket, és persze, hogy mögöttem fognak spónolni. Most itt az a kérdés... Hát ezért hallottam őtet. Mert itt van bent a konténerben. Szóval itt hova kéne tovább... Remélem abba hagytátok. Szóval itt most nem tudom pontosan itt hova tovább. Itt kéne ja, lehet, hogy itt az ajtón be kéne menni. Meg kéne. Elmész a jó anyádba, hogy... Miért pont most kell neked kulcs? Nem értem. Ráadásul itt van egy lyuk, amivel be se tudok esni. Menünk csak. Nem, itt miért ne legyen ajtó? De már megint hanyadszóra spónoltatsz ide egy kolhoz csirkét? A köcsög életben most már állítsad már le magadat. Hol a kulcs? Itt kéne lenni elvégre kulcsnak, de nem. Föl tudtam ide ugrani, jé. A drótkerítésen keresztül nem kéne, mert akkor kiesek a pályáról és meghalok. Ez hogy a rákba éltem túl sérülés nélkül? Mert elvileg ezért sérülést kaptam volna. Megint a semmiből spónoltatja ide ezt a barmot. Annyira jó, szeretlek, imádlak, rohadjál keresztbe. Megint mögöttem. Hallom a hangját. A kulcs meg rohadtul nem tudom, hogy hol van. Elvileg itt kéne le... Itt a kulcs. Adjál már! Megint leesek. Fölveszem a szívet és megint spónoltat mögém egy pár ellenfelet. Nem tette érdekes módon. Most végre tudok tovább menni. Ez nem tudom, ez valami ilyen kocsvalék tartály, ilyesmi. Majd hátul... Katona! Na, ez... Ez jó, mondjuk tetszik. Megint ez a hang. És nincs jobbklikkes támadása. Jó, fos. Nézzük a pisztolyból, egy kemény tár van. Na, és miért dobtál arrébb? A dobozoktól nem lehet rendesen mozogni. Minden lövése betalál. Annyira utálom ezeket a taknyos szarokat. És persze még a mögöttem még a zombi. A WC. Molotov koktélnak végre.
valami maga. Erre. Ó, itt vannak ilyen fagyasztók, amiben elvileg lehet volna valami tárgy, de minek. Úgy van, az ellenfél tetem, ami mindig megvan és nem tűnt el, és nem tudok tovább haladni ilyen szűk területeken. Megint hallom, hogy lesz egy ilyen takony. Van még egy. És akkor a játéknak van ilyen saját poénja, hogy mutatja az utat, hogy erre menjél, hülye gyerek! Anyuhadó, hülye gyarak! És akkor itt az ajtón ki? Ó, kifogytam, nagyon jó! Persze, hogy egy rohadni ellenfél van, és olyan lassan tölt a fegyverem. Még egy atomikus sör. Úgy megyek tovább. A bunkerekben vagyok meg. Ez meg valami underground bulizó hely egyébként. Tele vagyunk mindenféle cucca. Azt a rohadt élet! Akkor itt, jaj, féltéglák vannak. Úgy van, a bárszéktől nem tudom eltalálni. De érted? Folyamatosan a testét lövöm, de mi átmennek rajta a golyók. Csak akkor, hogy a full középen találom el, akkor elkapja. Ez az. Ó, epilepsziások, vigyázzatok, mert a táncparkett közepe az nagyon ilyen agyibasztó tud lenni. Ó, meg van itt egy új ellenfél, ez a vízfejű űrlény. Ezek inválták meg a földet egyébként. Őtőle el lehet venni. Nem csak energiát lehetett elvenni tőle, de őnála lehet begyűjteni a zsugorító pisztolyt. Nézzük, itt a dicsokérésznél van-e valami, semmit nem lehet fölvenni. Szóval itt van egy ajtó, tovább lehet menni, ahol megint sörtét van, de nem lehet menni, mert az csak egy fal. De már megint megállás nélkül, itt tudtam bemenni, ez a WC. Jó, elvileg az egyik WC-nél van egy lyukas fal. Itt az ajtó, itt kell tovább menni. És hirtelen a WC mögött egy bunkert találtam, ami úgy néz ki, mint egy vegyi őzem. Na, ez az a pont, ahol nem tud eltalálni. És két tányi makarokból döglik meg. Na, ez az a pont, ahol nem talál el. Az igen. Gyerekek! Az igen. Azt a rohadt élet. Gyerekek! Használtam a gránátvetőt, és elnémult a játék. Remélem én is elnémultam el. Reméljük. Jó, én nem én némultam el, de a játék elnémult.
Reméljük majd a következő pálya betöltésnél ez nem fog megtörténni. Csak egy lesz a probléma, hogy a mögöttem lévő ellenfeleket, amit megállás nélkül szeret spónolgatni, azokat nem fogom meghallani. Hopp, itt egy kolléga konkrétan megállás nélkül rángat. És ott a pálya vége, leszarom ezt az ostoros szart. Oké. Okay. Na és akkor ő az első boss ebben a játékban. Egy ilyen lángszórós, mekás valaki. Megmondom őszintén, ez engem a Nuclear Tidbites főhősre emlékeztet az arca szempontjából, de úgy bevágolt a hang, hogy most már nem hallom magát a játékot. Innentől kezdve néma Tidbit lett az egész. Na most akkor csinálnak egy olyat, hogy mentek, és újraindítom az egész játékot. Na, ennyi volt az egész, csak újra kellett indítani a játékot. És már működik is. Ez a tagparaszt itt várt megállás nélkül. Jaj, 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 jaj. Itt van egy szív, oké. Okay. Ó, és itt van egy cannabis növény. Megfordítok. Aha, így. Itt van, tessék. Így néz ki. Egyébként amikor a varázspárcát használjátok, akkor egy ilyennél lehet változtatni az ellenfelet, és onnantól kezdve nem bánt minket. De, léci, ne áld már az utat, könnyögöm az Isten szerelmére. Azt elrepítettem, jó van. De azt hittem két lövésben kimúlik a kolhoz csirke. Ezzel mögöttem nem jött. Na, szabad vagy, nagyikám? Ó, és akkor egy ilyen körfűrészt vettem fel speciális fegyverként. A kocsi, ezt ugye lecseréli a kocsi dudát, de... vagy a bicikli dudát. Na, nem is kell megölni a nagyit. Hát mögötte a WC-ben volt eldugva a továbbjutás vezető kulcs. Ez sikerült. Kicsit agyibasztó ez a zsizsogás, de legalább ez jó fegyver ez a körfűrész. És a penge, a körfűrész penge egyébként nagyon tetszik, mivel ilyen cel-shaded grafikával van megoldva a pengének a vége. Hát látom a körvonalát, öcsém. Csak ez a zúgás egy kicsit már engem is szúrja az agyamat. A. Elvileg itt van egy ajtó, amivel itt tovább tudnék jutni, csak... Vagy lehet, hogy nem itt kéne tovább menni, mert itt a ez a kezdőpálya. Vagy várjál, mögöttem egy rács be volt zárva, ugye? Hát az átvezetőben volt rács, de itt nincs rács. Annyira jó ki van ez találva. És másmilyen volt a színe a rácsoknak egyébként. Másmilyen volt a megvilágítás. Hát akkor... Ja, ott. Ez az az ajtóm. Nem. Akkor várjál, akkor... Itt találtam meg a kulcsot, emlékszem. Itt tovább. Aj, már megint a sötétben kell közlekedni. Édes Istenem. Nem lehet látni semmit a sötét, ebben a vak sötétben. Fölmegyek, hát ha van itt valami. Úgy van, én nem tippelhetek falon, de ő megteheti. Még egy kulcs kell, ahol ezt a rácsot ki tudom nyitni. Jaj, ne! Ez egy tévé. Na, szedd már le! Könyörgöm az Isten szeremére. Ó, van itt kettő molotov koktél. Most vagy azért nem tudok fölvenni, mert maximálisan vagy tényleg annyira be van bákolva, hogy nem tudom fölvenni. Na, várjál. Na, csak 10 lehet nálam. Aha, csak 10 lehet nálam. Oké, okay, értem a fejlesztők logikáját. Nem maxolhatom ki 99-re. A 10 a fontos. És ott a kulcs. És akkor most már tudom menni a felső szintre.
még mindig nem tudom eltalálni. Ásan, rohadjál meg! Ti miért nem döglötök bele a nagy sülésbe? És ott kell kimenni. Ja nem! Próbálna az ember kijutni, erre rohadtul tisztán emlékszem, hogy itt a sötétben kell közlekedni. Pazarlom a lőszert, és csak így tudok tovább menni. Ez az. Fú, de megáltalkodóan gáz, hogy egy zseblámpára nem futotta ez a barom. Szappan meg kötél. Gondolom erre tovább. Nem, itt jött. Innen jöttem. Hát, úristen. Most csináltam egy kerülőt. Hát de itt a piros kör izé mutogató úgy mutogatja, hogy erre felé kell menni. Hát csak az a baj, hogy ebből tutira bele fogok sérülni. Ne! Ne mondd ezt komolyan, annyira beakadtam, hogy ez neki nagyon fáj. Jézus ereje. Jó, hát akkor ugornom kell. Jaj! De ez nem mondott komolyan! Hát akkor mit kell csinálni? De azt mutatja, hogy erre felé kell mutatni. Vagy a piros mutató mutatja, hogy erre is mehetsz, csak meg fogsz dögleni. Meg tudja, hogy erre kell menni. Vagy olcsó megoldás, ha erre felé mész, és így próbálod meg a helyzetet meg korrigálni. Hát igen. És akkor itt egy nagyon jó demonstráció arra, hogy miért nem parkúrozunk magas sarkúban, illetve papucsban. A színházban a színpadra tilos papucssal föllépni. Csak akkor, hogyha motivációja van meg a szerepben fontos. Fontos lényeges hatása van, de hogy unblock, hogy fölmászol a színpadra a papucsban, az tilos. Én szerintem ez a csávó, és ezt a nagy bega zombi meghallotta, hogy leestünk. És most jönni akar tiszagadni. Én szerintem ez a csávó a Nuclear TB-t főse. Mi a köcsög élet ez? Mi van, savas az út, hogy nem tudok ráállni? Mi az Isten ez? Azé? Mi a köcsök? Jó messzire hatol ez a lángszóró egyébként. Megállás nélkül popázik. Én szerintem ez a tehát azt akartam mondani, hogy ez a nagy benga zombi az arcából ítélve, meg a modellből ítélve, én szerintem ez a csávó... Mi ez a kicsi arakás? Az anyátok büdös lóvalágában miért? Miért kellett ezt csinálni? Komolyan mondom, mindjárt berakok egy cheatet. Ja, ne cheatelj már, gyerek! Te meg rendesen csináljál játékot, hülye gyerek! Ennyi volt a lőszer. Nincs valami megoldás? Ez
öld már meg! Hát hány ütés kell még beléd? Nem elbeakasztottam ezt a barmot. Na, tessék. Kész. Beakasztottam és így könnyebben le tudtam szedni. Na, és akkor húzunk el a kamionnal, amiknek nem is volt hangja, és akkor jöjjön az a másik idegesítő pálya. Jaj, karambolással fölkenődünk a saját képernyőnkre. Az mindjárt most jön. És jön az az idegesítő pálya. Persze, megint nem néz az út elé. Az útra nem figyel. És akkor most bekerülünk erre a kráterbe. És jönnek ezek a rohadt idegesítő szúnyogok, amiket rohadt nehéz eltalálni. És közben megjönnek a kolhoz csirkék, meg ezek a mutáspatkányok, meg a zombik, meg a mit tudom én. És ezek az idegesítő zümmögő hangok. És amíg ezt hallod, addig jönnek. Na, töltsünk mindent újra. Jó, elvileg minden megvan. Érted, hallod, hogy zümmögnek, nem tudod, hogy mi történik, és akkor meg vannak ezek a pain elementál arcú szárnyas izék, amik még idegesítőbbek, és föntről támadnak, és nem látod az ellenfelet, de föntről folyamatosan fölötted zümmögnek, és megállás nélkül jönnek, és rohadt idegesítő. Szóval csodálkozó, hogy miért vagy alacsony energiaszinten. És ez a másik legnagyobb baromság, hogy ezt a tüzet csak is átmenéssel lehet kivédeni. Tehát végig kell menned rajta. Próbálok itt valahogy átugrani, de nem tudok, mert ugye hülyén van ez megoldva. Ezt ki kell nyitni. Nyílj már ki. Ó, ne, már beakadtam. A szárnyas vinyogó szarok. Persze annyira bele van a pofámban, hogy nem is tudom lelőni, mert annyira beleáll a pisztolyomba, hogy az ólomgolyóban bele se ér az arcába. Nem tudom fölvenni, ja, meg ez a másik baromság, hogy a tűzből kell kivennem a nyomvat kulcsot, és direkt ektel sérülnöm kell, hogy föl tudjam venni. Tehát ez a skriptelés, hogy direkt sérülnöd kell. Elmész az anyádba. És ki se tudom nyitni ezt az ajtót, pedig erre, elvileg erre felé kéne tovább menni. De nem. Felszínre ki sem mehetek, mert az egyenlő a halállal. Most nem tudom pontosan mit kell csinálni, most felveszem ezt a szívet. És még egyszer csinálok egy ilyet, hogy mentek, és most visszamegyek, hát ha most jobban el tudnám érni azt a dolgot, amit kéne. Minden tereptárgyba beleakadok. Nem, meg sem utcan, hogy várjál, ráugrok. Pedig látom, hogy ez elvileg ki tudna nyílni. Nem történik semmi. Úgy már bele is mentem a tűzbe. Nagyon jó. És akkor visszamegyek oda, ahol betöltöttem, vagy elmentettem, és akkor most megyek a másik irányba, hát ha ott van valami. És elvileg ott van a pálya vége. Tehát, hogy kell tennem egy utat egy irányba, aztán már vissza. Ah, itt az ajtó. Ez az. Ide kellett jönni. Jó van. Akkor nem kell teljesen visszamenni, de tényleg vissza kellett jönni. És most le kell nyomni a gombot, és megint mehetek vissza ott, ahol nem akart kinyílni.
mindenki spónolódik vissza, mindenki el tud találni, én meg rohadtul nem tudok eltalálni senkit. Úgy van, a robbanó hordó majdnem kis ilyen megölt. Ne se szarnak! És ez volt a pálya vége. Na, olyan gyorsan megszabadultam ettől. És akkor majd lehet látni egy újabb boss-t, ami szintén egy ilyen meka zombi mutáns izé, mit tudom én micsoda. És már itt tényleg itt már Szent Pétervár hogy mondjam, terén, az egyik leghíresebb terén vagyunk. Így van. Anyádat most már, hát nem igaz, hogy egy nyugtotok sincsen, köcsög rendőr. Pontosan a fejem fölött volt. Úgyhogy még fel se tudtam nézni. Még föntről le se tudom szedni. Mindenféle ellenfelet kapok, és persze mindjárt meg fogok halni. Na, ezt nem játsszuk, jó? Ne, hagyjatok már élni! Ne! Hitscanner, köcsögök! Nem hiszem el, komolyan mondom. Direkt a játék úgy van kitalálva, hogy csak gyökkettővel tudok haladni. Rottul ne tudjak haladni, hogy mindenki ki kell iktatni, meg közben mindenki hátam mögött seggemből spónolnak elő az ellenfelek. És minden lövés betalál. Nem igaz már? Már megint visszaestünk a Wolfschanze irányába. Bajlódok ezzel a három szúnyoggal, meg közben meg szépen engem megölnek oldalról. És még hílelni se volt még időm. Tehát semmit nem tudok csinálni. Kész, már el is ki is fogytam. Érted, rácélzok a köcsök szúnyogra, és folyamatosan repül felém, és nem tudom eltalálni. Ugyanez, mint a mutáns patkánynál, hogy nem tudom eltalálni. Utálom ezt a játékot. Már ki is jelentem. Agyhalott, agyzsibbasztó, utálatos férc munka ez. Semmit nem tudok csinálni egyébként. Na, ideig a sarokig el tudtam jutni. Megpróbálom ezt az ammót fölvenni, de addigra már jön a következő kolocsilke, akinek a lövedéke betalál! Ah,
tudom eltalálni ezt a fost! Megint hallom a szúnyogot, álljatok már le! Itt van fölöttem. Megint egy kolossirker lövöldözik. És már ki is fogytam, a kolossirker ellen nem tudok mit tenni. Mindjárt megölnek. Én most leálltam, köszönöm szépen a figyelmet, elegem van ebből a játékból konkrétan. Semmi cheatet nem tudok hozzá találni, mert senki nem készített. Én megmondom őszintén, én elegem van ebből a játékból. Ez egy fos, szar, gerinctelen, a Mortirból lopkod, a Duke Nukemből lopkod, a Jurelemtiből lopkod. Egy kleptomániás fos az egész. Tökönbe ki van, hogy nem tudok semmit csinálni. Folyamatosan pazarlom a lőszert, nem tudok haladni, mert folyamatosan eltalálnak. De próbálnék előre haladni, ez a csávó gyökkettővel nem képes futni a kicseszett Lucy mamusza miatt. Pöcsönbe komolyan most már. De utálom ezt a szart.